Nekem már volt szerencsém korábban itt lenni, de azt gondolom, hogy minden alkalommal, amikor ide jövök, így ámulatba esik, mert nagyon, nagyon vagány ez a hely. Igazából minden adott egy jó felkészüléshez, focipálya, jégpálya, konditermek, szóval erre panasz nem lehet. Szerintem az első edzésünk meglehetősen jól sikerült ahhoz képest, hogy buszról szálltunk le, kimozogtuk egy kicsit a buszt, és készülünk a holnapi meccsre. Nekem ugye tavaly kimaradt a világbajnokság, és nagyon motivált vagyok, szeretnék bekerülni a csapatba. Szerintem egyébként ezzel mindenki más is így van, és várjuk a holnapi meccset, mindenki szeretné megmutatni, hogy mit tud. Mindenkinek meg lesz a maga szerepe, még szerintem most van az az időszak, amikor ezek tisztázódnak. Még nem tudom pontosan, hogy mire számíthatok, de szeretnék maximálisan helyt állni, és méltóan képviselni a magyar válogatottat. Szerintem jobb, mint hogyha egy nálunk gyengébben rangsorolt csapattal játszanánk, mert fel tudunk készülni arra, ami a VB-n fog várni minket. Nyilván németek magasabb játékerőt képviselnek, mint mi, de azt gondolom, hogy nem szabad alábecsülnünk magunkat sem, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kihozzuk a maximumot a holnapiból. Igazából szerintem az egész csapat nagyon motivált, hogy valami maradandót tudjunk alkotni ezen a VB-n. Ma érkeztünk meg, ugye Salzburgban volt egy jó kis, nem átmozgató, de annál azért erősebb edzésünk, aztán holnap várjuk a németek elleni meccset. Most ennek az edzésnek az volt a célja, hogy tényleg a buszutat próbáljuk kimozogni a lábakból, és hogy holnap frissen tudjunk belevágni a mérkőzésbe. Talán az utolsó, a februári összetartásban sikerült egy nagyobb lépést tennünk előre, akkor úgy tényleg jobban összeállt a brigád, és eredményesebbek is voltunk, és ez nagyon jól, nagyon kellett ahhoz, hogy a VB-n jól tudjunk teljesíteni. A németekkel még nem játszottunk, ugye, akik voltak tavaly, azok tudják, hogy a többi csapat milyen játékerőt képvisel. Biztos, hogy semmit nem fognak ingyen adni, és mindegyik kemény mérkőzés lesz. Kíváncsian várjuk.